Idén is látványos és különleges programmal tisztelek Székesfehérvár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Erről lesz szó a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Tudjátok, mit látok? Csupa légies teremtményt, hajlatilos ruhákban, akik a gondolat sebességével szabadon járják be az egész földgolyót. Nem ismerik a napságot, de szívükben hordozzák a szabadságot. Rajok! Ilyenkor összemossa a környezetet és a valóságot. Rendhagyó módon ismertették a szervezők az idei március 15-i városi programokat. Az előző évek hagyományát folytatva a 170. évfordulón egy rendhagyó utcaszínházi előadás lesz a fő attrakció a belvárosban. A produkciót idén is Matusz János álmodta meg. A Vörös Marti Színház művészeti intendánsa, az előadás rendezője elmondta, az idei műsor dramaturgiája a piros-fehér-zöld szín a forradalom színeit és jelentését helyezi középpontba. A forradalom színei ugye ezek, jelentés pedig az erő, hit és a remény. Erre a hármaságra fűztem fel az egész szövegkönyvet. Piros az erő, az indulás, amikor hajnalban nekiindul pár fiú a Pesti utcán forradalmat csinálni. Fehér a hit, amikor Landerán nyomdáját követően rádöbbennek, hogy vér nélkül, egyetlen puskalövés nélkül a forradalmat ki lehet vívni. A zöld pedig a remény, amikor este Táncsics kiszabadítását követően ellepi Pest és Buda utcáit az forradalmat megnyerő újongó tömeg. De egyúttal a forradalom színei, a forradalom színe virága magát a fiatalságot is jelenti, azt a folyamatosan megújuló erőt, amelyik már most több száz éve folyamatosan ébren tartja a mi öregedő kontinensünket. Tudtam, hogy a Tóparti gimnáziummal szeretnék idén dolgozni, mert egy minden korábbinál merészebb összművészeti ünneppé szeretném változtatni idén a március 15-ét, és ehhez az a fajta kreativitás kell, amelyik túlmutat azon, hogy hogyan játszunk a színpadon, és milyen zenéket mutatunk be. Itt szerettem volna, hogy tudtam azt, hogy a Tóparti gimnáziumban kitűnő textil tanszék van, és nagyon jó festő tanszék van, és én nagyon szerettem volna őket bevonni ebbe a munkába, és én nagyon boldog vagyok, hogy ők rettenetes mennyiségű energiát beleölve, ők végül is együtt jöttek velem ezen az úton. Ennek a történetmesélésnek a másik nagy dramaturgiai újítása, hogy ez egy vizionárius előadás lesz, tehát a Petőfi forradalmi víziója lesz az a központi maga, amelyen az egész előadás végigmegy, és Petőfi nem áll meg 48 márciusában, hanem kitágítjuk egy nagy fináléban ezt az előadást, és Petőfi már az eljövendő nagy csaták, a győztes csaták népét is látja a lelki szemei előtt, így aztán a Pákhoz Katonai Emlékpark közel 200 ifjú nemzetőre is fel fog vonulni ezen az előadáson, és együtt fogjuk a nagy finálét 300-an velük együtt megvalósítani. A Tóparti gimnáziumból még itt lesz az énekkar, illetve az Ikarusz Tánc Együttes Marton János vezetésével. Tehát Marton János fog engem segíteni ennek az egész előadásnak a koreografikus megjelenítésében. Tehát 300 fő lesz. Cserta Balázs már állandó alkotótársam ezekben az ügyekben, a zenei vezetője ennek a produkciónak, és nagyon-nagyon sok és kiváló zenét rakott össze, és rak össze folyamatosan, tehát a zene a legutolsó pillanatban lesz készen, mint szokott. A próbák hogy zajlanak, és mióta? Sajnálattal állapítom meg, hogy ugrásszerűen megnőtt a kereslet a diákok iránt. A legkülönbözőbb helyeken játszanak a Vörös Marti Színházban erre, arra, amarra, tehát nagyon nehezen jutok már hozzá a diákokhoz. Ezt csak szomorúan mondom, nagyon boldog és büszke vagyok, hogy ennyire sokrétű a dolguk. Tehát szokás szerint a színházban, a Szép Hő próbatermében próbálunk, és majd március 14-én fogunk kimenni az immár hagyományos technikai próbára a Városháztérre, ahol is a végleges helyére kerül maga az előadás. Vagy az újjászületés.
A produkcióban jelentős szerepet vállaltak a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai, a grafika szakosok plakátokat terveztek, tablókat festettek, a textil szakosok a reformkort idéző, de modern ruhákat álmodtak tanáraik segítségével a nemzeti trikolor színeiben. János eljött hozzánk, és pontosan elmondta, hogy mi lenne az elképzelése, és én azt hiszem, hogy ő is azt fogja mondani, hogy annyira gondolatébresztő dolgokat mondott, hogy egymás után rakottak rá az újabb és újabb ötletek, amiből aztán a végén egy csoda keletkezett. Ezután következett nyilván az, hogy elkezdtünk tervezni. A tervekből, amikor már megvoltak az elképzelések, akkor egy költségvetést kellett csinálni. Nagyon jó érzés volt, hogy most nem volt igazán olyan határ, amivel bármi gátat szakott volna arra, hogy az elképzelések megvalósíthatók legyenek, és innentől kezdve már valóban az a munka folyt, ami az legaktívabb része volt. A gyerekek nagyon élvezték azt, hogy most elmehettek együtt olyan helyekre vásárolni alapanyagokat, ami eddig számukra nem volt egy nyílt lehetőség. Azokat a kellékeket, amivel még jobban ki tudtak fejezni dolgokat, amit egyébként nem tudtunk eddig használni. Hát én azt hiszem, hogy a gyerekek részéről ez az élmény, ez mindenképp még gazdagította az ő szakmai felkészülésüket. Hát amikor az anyagok már megvoltak, akkor aztán hatalmas lendülettel, hatalmas szeretettel, odaadással csinálták a feladataikat, amihez hozzá kell tennem, hogy nem egy olyan péntek délután mentünk el az iskolából 4:45-kor, 5 órakor, amikor ők még visszafelé jöttek, és folytatták a műhely munkát. Azt hiszem, hogy ahogy ők is megfogalmazták, megérte, hiszen most egy teljesen új dimenzió is nyílt számukra. Azok a tevékenységek, azok a dolgok, amelyeket a tanórán megtanultak, a nagy közönség elé tárható volt, és valóban láthatja országvilág, hogy mi mindenre képesek a saját tehetségükkel, mentortanáraik vezetésével, hiszen most erre lehetőség nyílt. Azért azt említsük meg, hogy milyen szakos diákok, és nagyjából hányan vettek részt ebben a munkában, és miket készítettek? Hát ugye a tanszakok, ami az iskolában található, a grafika, elsősorban ők voltak azok, akik a plakátterveket készítették, a grafika szakos hallgatóink. A másik a kerámia, amiben most nem kaptak, ez a tanszak sajnos nem tudott helyet kapni, de a rajzi készségük gyarapításánál nyilván a rajzóráknak a termékét azért mégiscsak itt látjuk, tehát azok a gyerekek is, akik kerámia tanszakon tanulnak, azért a pannók festésénél hozzájuthattak megfelelően ahhoz, hogy ők is megmutassák a tehetségüket. És a harmadik tanszak, amit az iskolában oktatunk, és aminek a eredményeit látható volt, vagy látható lesz, ez a textil tanszakot jelenti. Elég magas óraszám adódik ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő képzésben részesüljenek a magas szakmai gyakorlatokat illetően. Tehát úgy kellett megoldani tanár kollégáimnak azt a feladatot, hogy a tananyaggal is haladjanak, hogy mellette ez a projekt is beleférjen, hogy ennek a kettőnek a párhuzamosságát meg kellett oldani. Én azt hiszem, hogy ez ragyogóan sikerült, mert azokat a gyakorlati órákat fel tudták használni, amelyek az iskolában a gyakorlatokkal töltendők, és hát ehhez természetesen azért kellett a szabadidőből is hozzátenni, de hát ahogy a lányok mondták is, hogy ha itt alszunk, akkor is minden el fog készülni. Mi lesz egyébként a ruhák további sorsa? Vannak-e tervek? Igen, hogyne. A ruhákat természetesen meg kell őrizni, hiszen bármelyik pillanatban a magyarságtudat építéséhez felhasználható lesz, úgyhogy ezt a tulajdonosának, akitől az anyag származik, vissza fogjuk adni. Viszont hozzáteszem, hogy a tervező gyerekeink javarészt 5-ödévesek, nekik OK és vizsgamunkát, mesterremeket kell bemutatni, és az volt a megegyezésünk, hogy igaz, hogy sokkal korábban kellett elkészülni a március 15-ére tekintettel, mint ahogy egyébként ennek határideje van. Az időt viszont be kell tudnunk jól osztani, kértük azt, hogy ezek a ruhák lehessenek egyben a mesterremekek is. Tehát az OKS vizsga mesterremekeit is láttok ezzel együtt. A zöld, a szabad út, örökség és cél. A
Az ünnepi megemlékezést egésznapos programok színesítik majd. Délelőtt a Palotavárosban huszártábor várja majd az érdeklődőket, a Városháztéren pedig József napi vásár lesz kézművesek és őstermelők portékáival. A forradalom színeit két alkalommal délelőtt és délután is láthatja majd a közönség a belvárosban. Több helyszínen fognak zajlani a programok. Reggel 9 órától körülbelül 10:30-ig a Halász utca és a Rácz utca környékén lesznek a huszáraink. A Fehérvári Huszár Egyesület fog bemutatót tartani, bemutatják azt, hogy hogyan éltek a huszárok, milyen lófelszereléseik voltak, tartanak egy kis látványos zenés bemutatót is. Itt meg lehet nézni a lópatkolás, sőt, egy ágyút is el fogunk dörrenteni, úgyhogy aki ott lakik, ne ijedjen meg. Ez csak a műsor része lesz. Közben a Városháztéren is elindulnak a programok 9 órától, hiszen elindul a József napi vásár, ahol délután 5 óráig mindenkit várunk szeretettel. Itt őstermelők és kézművesek fogják kínálni a portékáikat a Városháztéren, valamint családi programokkal készülünk, nemzeti óriás társasjátékkal, fotoanzixokkal, kézműves foglalkozásokkal, ahol lehet készíteni bürögtrombitától elkezdve saját készítésű kokárdát, valamint bajuszba is lehet öltözni, hiszen fel lehet ölteni magukra az érdeklődőknek Petőfi vagy akár Kossuth bajuszát, és így járkálhatnak a Városháztéren. Ez egy nagyon izgalmas játék, és nagyon szeretik évek óta a hozzánk látogatók. 10 óra 15 perckor fog elkezdődni az az ünnepi műsor, amit Matóz János rendez, és amiben a tópartis diákok, valamint az ifjú nemzetőrök pákozról fognak részt venni. Ez körülbelül 45 percig tart, és 11 órakor az ünnepi beszédekkel folytatódik a megemlékezés, és utána vonulhatunk át közösen a honvédségi zenekar vezetésével a Fekete-sas szállóhoz, ahol folytatódik az ünnepi megemlékezés a koszorúzásokkal. Napközben mindenkit várunk vissza természetesen a Városháztérre egészen 5 óráig, 3 órakor pedig megismételjük a Városháztéren a Forradalom színei című ünnepi műsort. A Székesfehérvári Diák Tanács is csatlakozik a Nemzeti Ünnep programjaihoz, egy flashmob keretében közösen szavalják majd el a nemzeti dalt. Ahogy hallhatták, kedves nézőink, érdemes lesz tehát március 15-én a belvárosba ellátogatni. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!